Mozgásban. Közlekedési és autós magazin a Trend fm -en. Hasznos információk nem csak autósoknak, hanem a közlekedés valamennyi résztvevőjének. Közlekedésbiztonság, vezetéstechnika, műszaki tippek, környezetvédelem, piaci információk. Mozgásban. Közlekedési és autós magazin a Trend fm minden pénteken a 15 órai hírek után már lassan két hónapja van érvényben az a kormányrendelet, amely megtiltja a zöldrendszámok kiadását a konnektoros hibrid autókra. Az úgynevezett plugin hibridek egyik nagy, sőt a gyakorlatban talán a legnagyobb vonzereje volt vásárláskor, hogy az ilyen kivételezett kocsikkal számos adókedvezmény járt, és emellett Magyarország legtöbb településén ingyenesen lehet parkolni velük. Vagyis lehetett eddig, mert a rendelet nyomán már nem adnak ki több zöld rendszámot, az utakon még futó járművekben pedig legkésőbb 2026. november 30 ig hagyományos rendszámbal kell cserélni a zöldet, ha csak addig nem kerül az autó műszaki vizsgára, mert ott Válik a csere. Az új autók értékesítésében természetesen azonnal jelentős törés következett be az említett határidőtől, vagyis szeptembertől, amikor is majdnem bezuhant a plug-in járműek piaca, holott augusztusban még ezernél is többet adtak el belőlük Magyarországon. A flotta kezelők feje ugyancsak csak a történtek miatt, bár információk szerint előttük éppenséggel eddig is nyílt hitok volt, hogy a konnektoros kocsit bélő ügyfelék döntő része soha nem töltötte elektromosan az autóját. A céges autók üzemeltetésével foglalkozó vállalkozások azonban komolyabb veszteség elé nézhetnek mostantól, hiszen a bélőktől hozzájuk visszakerülő környezetbarátnak mondott modellek használpiaci ára gyakorlatilag összeomlott, és további értékesítésük komoly gondot jelentett, amely amennyiben igazak a hírek. Hogy mi az igazság a flottakezelők körében, azt mindjárt megtudhatjuk Horváth Bencétől, a Business Lease flottakezelő kereskedelmi igazgatójától. Köszöntelek a stúdióban, szervusz! Jó, ja, a hallgatókat! Valóban ilyen súlyos a helyzet egyébként, hogy azt tudjuk, hogy a, az új autópiaznál mi történt az elmúlt szűk két hónapban, hát az eléggé kacifántos történet. Tehát mi van a flotta kezelőknél? Oda nagyon kevésbé van rálátása az egyszerű polgárnak. Igen, hát őszintén szólva szerintem először muszáj kontextusba helyezni ezt az egész kérdéskört, mert rengeteg a diszinformáció, illetve én azt gondolom, hogy maga a rendelet is viszonylag hiába már várták, vártuk szakmabeliek, és erről is esetleg majd érdemes egy internetzót ejtenünk, hogy miért is vártuk mi ezt, és miért is van ez a körülmény. Halljuk. Ö, az szerintem teljesen egyértelmű, hogy laikus szempontból is, hogyha futkároz az úton egy igen nehéz ösztömög autó, ami rendre azért két, két és fél tonna, három tonnát könnyedén meg fog közelíteni, és ehhez párosultam van egy nagy teljesítmény, általában ezek 200-250 lóerő ösztönesítmény tekintve 300 lóerő fölötti autók. Ezt hogy hívhatjuk esetleg környezetkímélőnek? Ugye innen, innen indult ez, a, ez az egész. ebbe nagyon sok jogosság van. Ugye ennek a legfőbb feltétele az, hogy úgy használjuk ezt az autót, ahogy kell. És amire hivatott. Ez azt jelenti, hogy rendszeresen töltjük, kicsit távokat utazunk a plugin-hibriddel, ami azt jelenti, hogy elektromosan próbáljuk meglebonyolítani utunk 80-90%-át, és hogyha úgy adódik, és esetleg egy-egy hónapban van egy hosszabb utunk, akkor használjuk ugye a belső motornak az összes előnyét. Itt hagyjegyezzem meg, hogy igazából nem is a súly, hogy az autó tömege a. Kevésbé környezetbarát, hanem az a gond, hogy van egy benzines motor. Nagyon sok esetben megkerülve ugye a különböző adókat, zöldrendszámos autót választottak, mert arra is járt a kedvezmény, miközben 4-5000 köpcentis motorok pöfögtek benne. Ugye a benzinmotor és a hibrid hajtás társításával, és amit egyébként egy akkumulátort koronátor is lehet tölteni, ez jelenti a környezetbarátságos, hogy egy bizonyos ideig csak az akkumulátoros hajtás működik, és nem a benzines. Amikor pedig mind a kettő működik, akkor is többször visszatölt, és időként bekapcsol a villanymotor, tehát ott is van egyfajta környezetbarátság. De ha nincs konnektoros töltés eleve, akkor nincs környezetbarátság sem. Így van, így van. Ez Bocsánat, teljesen, csak ez, ez te fontos volt. Ez teljesen megállja a helyét. és itt még egy fontos dolog, ha már, ha már ezt így említetted, hogy azt azért fontos tudni, hogy minden gyártó különböző módon kalibrált ezeket a plug hibrid autókat. De ez nem úgy működik, hogy hogyha bekapcsol az elektromos hajtás, akkor innentől kezdve mi hátra és csak elektromosan megyünk. Tehát, hogyha olyan gázreakciót adtunk le, ami arra ösztönözte az autót, hogy itt aztán most mondjuk meg kell ódulnunk, akkor ott a belső motor is bekapcsolt, illetve az autó autópályán magas kilométernél az elektromos hozzáadott érték pedig kikapcsolt. Tehát azért említettem a súlyt, mert a cipeltük magunkkal egy belső végési ezek 200-230-260 kg elérő ö, súlyok lehetnek, és ez a fogyasztás nagyban befolyásolja, ami egy normál belső a motornál, ugye nincs benne az autóban. Jó, de hát ugye aki ezt az autót megvásárolta, az számolt fel, hogy drágábban fogja megvenni, de hosszú távon neki hasznot hajt, hiszen nem kell parkolási díjat fizetni, nem kell azokat az adókat, illetékeket megfizetni, amikor az új autóvásárlást üzembe helyezik, így van. és aztán még nem tudom, milyen egyéb kedvezmények vannak, de azt mindjárt el fogod mondani. A lényeg az, hogy aki befektetett, az úgy érezte, hogy ki is vehet ebből az üzletből. Ezt teljes mértékben így van, és flotta szempontból egy nagyon-nagyon-nagyon jó és könnyű átmenet volt az elektromos autózás felé, hiszen zöld rendszámmal rendelkezek, hiszen én jelenthetem azt, hogy környezetvédelmi besolásom folyamatosan csökken, egyre kevesebb emissziót termelek, és ez egy nagyon, nagyon jó átmenet volt az elektrifikáció felé, és ez a multicégeknél rendkívül fontos ma, főleg az ESG szempontjából, és tudjuk, hogy a valóság pedig egyébként nem ezt vette le, Plusz megkapott minden olyan előnyt, amiről most beszélni is fogok, amit egy tisztán elektromos autó megkapott. Magyarán nincsen vagyonszerzési illeték, nem kell gépjárműadót fizetni, nincs regisztrációs adó, és ami leasing konstrukció szempontjából rendkívül fontos, hogy cégautóadó mentes. Az havonta mennyit hoz a konyhára ha, egyébként? A... Ha az átlag teljesítmény nézzük, és ezek nagy teljesítmény autók, ez minimum 41 ezer forint havonta. Az igen. Ennyi sporulást jelentett. Így van, így van. Na de azért a ha visszatekintesz az elmúlt néhány évre, azért a flotta kezelők nem jöttek ki rosszul az üzletből, mert ugye bérbeadták egy vagy két évre, vagy meghatározott kilométerre az autóikat, és amikor visszavették a bérlőtől, hát viszont a jó áron eladhatták a piacon, hiszen a plugin hibridnek mindig is kúriás termék ára volt. Igen, igen, ez valóban így van, hogy ennek vannak előnyei. Van egy árnyoldala is egyébként, maga az, technológia gyorsan fejlődik. Tehát, hogyha a 2019-es konstrukciókat nézzük, amik az első plugin hibridek voltak, ezek 30-40 kilométert mentek el, tisztán elektromosan magáról az akkumulátorról. Ma már 90-100 kilométerről beszélgethetünk. Tehát az, hogy a maradványértéke pontosan mennyire jó ezeknek az autóknak, és kinek van szüksége arra, hogy öt év után vesz egy plug-in hibridet, ami már lehet csak 30 vagy 20 kilométert megy el elektromosan, mert fáradt az akkumulátor, és cipeli magával ezt a súlyt, és csak akkor kapcsol be, hogyha valóban úgy használja az autót. Ez egy szűk keresztmetszet, nehéz megtalálni a vevőjét, ez egy, ez egy, fontos kitétel. Egyébként maga az elektromos autózásra ez amblok érvényesült technológiai irdatlan iramba fejlődik. Mondhatjuk azt egyébként, hogy akik flotta kezelőhöz fordultak, olyan vállalkozások, akik hosszú távú béletet, béleti szerződést kötöttek, azok hát nyilvánvalóan nem csak a környezetbarátság okán tették ezt, hanem a haszonszerzés, vagy a költségkímélés okán? Persze, ez teljesen egyértelmű. És az is igaz, hogy ennek bizonyítására elmondhatjuk azt, hogy hát nagyon sok esetben egyáltalán nem használták a konnektoros töltőrendszert, noha akkor vált volna teljessé a környezetbarátság. Igen, igen. Ezt, ezt, ezt a kört talán onnan indítanám, hogy minden, ami afelé tendál, hogy környezet tudatosság, környezetbarát, vagy környezetvédelem, itt most az autót is beleérthetjük, de egyébként minden mást, az onnan indul, hogy tudatosság, változás, egyfajta hozzáállásbeli ö, változtatás. Az autóknál is így van. Tehát, hogyha az ember a legelső pontot veszi ezen alapú, ami a plug-in hibrid, már ott meg kell változtatni azt, hogy hogy autózunk, milyen gázreakciót adok, hogy fékezek, mennyire nézem a sort, mennyire, milyen a töltési hozzáállásom, hova akarom használni. E, azt tudnám hasonlítani, hogyha az ember vesz egy, egy, egy vizslát a panelbe, az nem biztos, hogy jól fogja magát ott érezni, és nem feltétlenül az életkörülményénkhez választottuk ki a megfelelő fajtát. Ugyanígy van az autózás, és nagyon-nagyon körültekintően kell ebbe gondolkodni, és így van, ahogy említetted, ezek az előnyök sajnos ezt e, 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 ezt, igen, igencsak csorbították abban a szempontból, hogy a tudatosság nem volt mögötte, inkább a presztízs, magyarul legyen zöld, azok az előnyök, amiket említettünk, és azok a pénzügyi előnyök, amikkel ugye rendelkezett az egész konstrukció, így ennek egy nagyon nagy kereslete volt az elmúlt időszakban. Tehát azt mondhatjuk, hogy az autóbérlők jó része akkor nem környezet tudatos volt, hanem anyagi Haszonból tette ezt. De hát tisztelet a, a, kivételnek. a kivételnek. Hát ugye egy részük nyilvánvalóan nem Igen. így van. Azok általában egyébként meg elektromos autót vásároltak, hiszen ott ö, tükröződik leginkább a környezettudatosság. tudatosság. Igen. Na most maga, 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 ugye, amikor ez az egész bejött augusztusba, maga a rendelet, akkor ugye azt lehetett tudni, hogy akinek most van ilyen rendszám, a zöld rendszáma, és nem tisztán elektromos, annak ugye le kell cserélni a rendszámát 2026. november 30 ig Ez szerintem tiszta. Flotta kezelői szempontból mi nyilván próbáljuk kinyújtani ezt az időszakot egészen addig, amíg törvényes hatályokon belül lehet. A másik ugye az volt, hogy szeptember 1 már nem is viselhetnek ilyen zöld rendszámot ezek az autók. Az új, a, az új üzembe ha helyezett, így van, plugin uh, autók. És amit itt fontos szerintem kihangsúlyozni, hogy Magyarországon kikaphatott zöld rendszámot a múltban, az, az, alapvetően négy kategória volt. Az egyik ez a tisztán elektromos, ez az úgynevezett 5E kategória, ez tiszta, ehhez nem nyúltak. És ezután következik két kategória, ami érintett, az úgynevezett 5N, ez egy növelt hatótávolságú külső töltési hibrid, és az 5P, ami külső töltési hibrid. Szakmailag nem menjünk be, ez kb. ugyanaz, itt plugin hibridekről beszélgetünk. Egy soros, másik párhuzamos hibrid. Így van, így van. És innentől kezdve ezt a két kategóriát érintette a rendelet, és van egy negyedik, ami az úgynevezett 5Z, ez a nulla emisszió, az hibrid üzemű, itt ö, konkrétan fekete nulláról tudunk beszélgetni. Na most a plugin hibridekről ugye lekerül a zöldrendszám, és az ijegységet az okozta, hogyha a Ööldrendszám lekerül, akkor így módon vajon az adó és illetéktételek is változnak-e? Na most egyenlőre és flottakezői szempontból ez nagyon, nagyon fontos, nem. Ugyanis nem a rendszámnak a színe befolyásolta ezeket az adó és illetéktételeket, hanem a környezetvédelmi besorolása, ami pedig egy köhémrend Rendelet, és ez a 2015-ös köhém rendelet, ennek van egy ötödik számú melléklete, ez határozza azt meg, hogy milyen környezetvédelmi besorás kap az autó, és jelenleg hiába nincs zöld rendszáma ezeknek a plug-in hibridi meg, környezetvédelmi besorásuk nem változott, ami azt jelenti, hogy adó illeték szempontjából továbbra is mentesek, és mi itt tudjuk ajánlani az ügyfeleknek ezeket. Ez azt jelenti, rövidre magyarra lefordítva, hogy akkor a zöld rendszámnál elvész a, a zöld rendszámmal elvész az ingyenes parkolás, minden más megmarad. Ez így van. Egyenlőre ez fontos kihangsúlyozni. Azért gondol hogy ez terveznek hozzá Tehát ez jövőre. azt jelenti, hogy bár bezuant az új autópiac a plug-in területén, ez előbb-utóbb vissza fog tápászkodni, hiszen rájönnek az emberek, hogy mégsem öntötték ki a fürdővízzel a gyereket. Így van, itt azért nagy volt a pánik. Egyébként meg kell mondani őszintén, hogy részünkről is, az összes flotta közül részéről, hiszen maga a törvényrendelet viszonylag gyors volt és kevés információt adott, de így, hogy a köhém rendelet abszolút nem változott, és a hatályos törvények szerint kell eljárni, így tiszta lappal indulunk, ami azt jelenti, hogy ez az adó és illetékmentesség úgymond továbbra is érvényes, úgyhogy mi ezt továbbra is ajánljuk az ügyfeleinknek, a piac egyébként erre jól rezonál, mindenki fellélegez bizonyos szempontból, én azt nem mondom, hogy az örökké fog tartani, mert biztos, hogy nem, hiszen volt annak releváns célja, amit említettünk, hogy ezek nagy tömegű, nagy teljesítményű autók, ehhez biztos, hogy hozzá fognak nyúlni, de egyenlőre nem, viszont valóban van visszaesés, hiszen az ijegység nagy volt a piacon. Tehát ezek szerint az is csak rövid ideig tartott az az ilyettség, amelyet az okozott, hogy ha vissza kell vásárolni, vagy vissza kell venni a tartós béletben lévő autókat, akkor nehéz lesz újra eladni őket? É, igen, igen, bár megmondom őszintén, hogy ez mindig ingoványos talaj. Tehát bármi, ami jelenleg zöldrendszám, elektromosság, plug-in hibrid és e felé tendál, annak megbecsülni a maradványértékét úgy, hogy ez rizikómentes legyen, az szinte lehetetlen. Szóval ez magába hordoz önmagában egy rizikót, amit a flotta nyilván próbálnak valamilyen módon beárazni, de hát közelíteni kell a belső égési motorokhoz a versenyképességet, úgyhogy muszáj ebbe rizikót vállalni. De valóban így van, hogy minden egyes ilyen rendelet egyébként ezt nagyba befolyásolni fogja, hogy a jövő éve eladhatósága mégis milyen lesz egy autónak. Tehát akkor megmarad az ajánlatotokban és a flottakezelők ajánlatában a úgynevezett plugin hibrid, de nem Ez zöld jó. rendszámmal. Ez viszont azt jelenti, hogy hát változtatni kell az ár listán. Igen, bizonyos van szükség, nem? Bizonyos tekintetben, bizonyos tekintetben, ha azt nézzük, hogy a kereslet nagyba csökkent, akkor nyilván ebből a szempontból vonzóbbá kell tenni az ajánlatokat. Ha a pénzügyi konstrukciót néztük, részünkről minden maradt ugyanúgy. Tehát annyi, hogy egy rendszámnak a színe változott, amit majd rá kell tennünk a gépjárműre, de egyébként ugyanúgy illetékmentesek, adómentesek ebből a tekintetbe. Tehát a havidíja nagyjából marad versenyképes. Az tény, hogy a piaci csökkenés le kell reagálni ebből a szempontból, de teljesen őszinte akarok lenni, a plugin konstrukciót amúgy is tanácsadással árultuk az ügyfeleinknek, mert az a legrosszabb, ami történhet egy, egy multicég vagy egy KKV életében, hogy a költségeik növekednek, holott ők ugye elektrifikációban gondolkodnak, és itt most legfőképp üzemanyag költségre növekedek CO2 kibocsátásra és társaira. Tehát ez tanácsadással együtt éri meg a plug-in hibridet megvásárolni. Nagyon ö, fontos hangsúlyozni is, lehet, hogy kevesen tudják azért még ma is, hogy a plug hibrid autók azért nem kis fogyasztásúak, hogyha nem használják ki a konnektoros töltést. Tehát azt jelenti, hogy a mostani helyzetben, amikor uh, számot vetnek majd a hosszú távú bérlő vállalkozások, hogy uh, már le kell mondaniuk az ingyenes parkolásról, de mégis ezt a uh, rendszerű hajtásláncot választják, akkor akkor most már biztos, hogy rá fogják kényszeríteni a munkatársakat, hogy töltsék az akkumulátort konnektorról, hiszen ha a rendes uh, háztartási energiából töltik föl, az 36 forint kilovattóránként, hogyha beszoroznak 100 kilométernél 14 kilovattós vorrás fogyasztást, akkor tudjuk, hogy mennyit fogyaszt, az a szinte semmit. Ja. Tehát így megéri, hogyha 100, és ráadásul ugye most már a korszerűbb plugin fogják keresni, amelyiknek legalább 100 kilométeres a hatótávja. Így van, így van. És a, a, ami nagyon fontos, és ezt nagyon jó, hogy említett, hogy a cégeknek nagyon fontos ebben az edukatív szerepe. Ugye mi, 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 mi abszolút ott vagyunk a tanácsadás oldalról, és mi abszolút supportáljuk őket ebben, de legfőképp azért a legtöbb esetben ez egy juttatás. És ebben a juttatásban magákat, a kollégákat informálni kell arról, hogy mi miért választottuk ezt a konstrukciót, és mit szeretnénk a jövőben. A senkinek se jó, hogyha mondjuk az üzemanyag költség, és mi ezt nyilván látjuk a teljes flottára tekintve hónapról hónapra, és mint egyfajta piros zászló jelezzük az ügyfélnek, hogy drasztikusan megnövekedett. És ő visszajön a ez hogyan lehetséges, hiszen én az elektrifikáció útra léptem. Ezek az autók nagyon könnyen fogyasztanak 9-10-11 litert, hogyha nem használjuk jól ugye az elektromos akkumulátor adta a lehetőségeket. A mostani szituáció alkalmat ad arra, hogy a flotta kezelők átterkintsék ugye a kínálatukat, és hát kilistázzák azokat az autókat, amelyek viszonylag kevés hatótávot ígérnek, és hát a korszerűbb, újabb konstrukciókra helyezzék a hangsúlyt, azaz olyan autókat kínáljanak tartós bérletre, amelyek most már megfelelnek a megváltozott igényeknek. Ez így van, sőt, itt tovább kell menni, ez szinte egyéni szintre le kell vetíteni. Tehát amikor egy cég beszerzés szeretne, és ő tartós bérletet választja, és ottnak van 40 dolgozója, fel kell mérni, hogy a 40 dolgozónak mégis milyen használati körülményei vannak, és mi az a tendencia, amely felé ő mondjuk húzni fog. Teszem azt, mi az a felhasználási körülmény, amivel ő autózni szokott. És mi ezek alapján bontjuk le először azt a tanácsadás keretein belül, hogy kinek kell égésű, annak milyen kell legyen ez dízel vagy benzinüzemű, -e plug-in hibrid, van -e erre egyáltalán igény, lehet-e teszten elektromos autóról beszélgetni, milyen lesz a töltöttségi hálózat, kell-e kiépíteni a fali töltőket. Tehát ez egy, ez egy, ez egy nagyon, ezt úgy szokták ki, hogy company a policy csúnya szóval, tehát ez egy ilyen cégautószabályzat, amiben mi szerves részei vagyunk, hiszen ezt egyéni szinten meg kell ugyanis a költségekbe, és itt ez a legfontosabb, a költségekbe hatalmas szerepe van a céges autóknak. Mi az első két szűk hónap tapasztalata nálatok? Visszaesett jelentősen az érdeklődés a plugin hibrid iránt, vagy esetleg módosult a tisztán elektromos autók iránt? Egyelőre inkább azt tudom mondani, hogy drasztikus csökkenést forgalomba nem realizálunk, de ez köszönhető annak, hogy rengeteg telefont kellett megválaszolnunk is e-mailt azzal kapcsolatban, hogy na most mi lesz. Ezeket elmondtad nekik is ezek szerint. Ez így van. És megmondom őszintén, az elén az első hétben azért miután rengeteg adószakértőt és tanácsadót is, is fel, feltelefonáltunk. Nálunk is volt bizonytalanság, ugyanis a kellemetlenség abban adódott, hogy a rendelet az elején úgy tűnt, hogy ugye mindent is változtat, és és mindenki abba a hitbe jött, hogy nem gondoltak azokra az autókra, amik már meglettek rendelve, le is vannak gyártva, és úton vannak. Tehát az ügyfél rendelt egy X konstrukciót, az összes vagyoni előnyével, illetékmentesen, adómentesen, ingyen parkolással, majd kap egy másik konstrukciót, amit át kell adnunk, egy sokkal nem magasabb havidíjra. És, nem léphet, és nem, nem léphet vissza. Úgyhogy ebből a szituációban, hál' Istennek, semmi nem lett, aminek nagyon-nagyon örülünk, és nyilván az ügyfelek is ezért voltak megrémülve. Úgyhogy jó, úgy alapvetően a plugin hibridek való, ö, felé való, Érdeklődés csökkent, de annak köszönhetően, hogy azért mi normális tanácsokkal el tudtuk látni az ügyfelet, azért azt ki tudtuk mozogni. É, hogyan látod a jövőt, a közel- és a középtávú jövőt? Kellene nektek változtatnotok az autókínálaton, esetleg jobban nyitni a tisztán elektromos autók felé? Ez egy, ez egy, ez egy rendkívül tág spektrumú kérdés. Az egyszerű válaszom erre az, hogy azt nem szabad feladni, hogy cégenként és emberenként megvizsgálni, hogy milyen a felhasználási körülmény. És ami azt relatívan indokolja, azt a választást kell tennünk. Független attól, hogy mi a nyomás. És ezt szeretném kihangsúlyozni, mert nagyon sok esetben valljuk be őszintén, a zöldülés az kizárólag egy presztízs, multinacionális nyomás nyugatról. Hogy mi ki és kit szeretne kirakni linkedin hogy hány ilyen autónk fut az úton. Semmi köze a realitáshoz, vagy ahhoz, hogy ez valóban megéri a dolgozóimnak. Úgyhogy ezen a talajon kell tovább folytatnunk a tanácsadást, és fogjuk is, és azoknak fogjuk ajánlani csak ezeket a járműveket, akiknél indokolt ez a fajta felhasználás. Összegezve az elhangzottokat, akkor nincs ok tűzoltásra a flottakezelők piacán. Egyelőre nincs, egyelőre jelen nincs, hál' Istennek. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, kedves hallgatók, önök Horváth Bencét, a Business List flottakezelő kereskedelmi igazgatóját hallották. Trendefem 94.2. Gazdaságban utazunk a youtube is.